100 éves portákat alakít autentikus parasztházzá a Székelyhídi Kéri Gáspár fogorvos, aki tavaly a legjobb tájház építőnek járó díjat is megkapta a Magyar Tájház Szövetségtől. 20 esztendeje lelkes laikusként előbb régi Gálos Petri családi házukat kezdte hagyományos érmelléki parasztházzá alakítani. Mára azonban a néprajzkutatók által hanyagolt érmellék legavatottabb ismerőjévé vált. Több portáról felbecsülhetetlen értékű néprajzi anyagot is gyűjtött. Én azért gondoltam, hogy helyrehozom ezt a házat, helyreállítom, hogy egy maradjon meg legalább belőle. Az érmelléki Gálos Petriben néhány éve vásárolta meg az egykori Dravecki kúriát Kéri Gáspár. Most a kórhű helyreállításán dolgozik. A többször átalakított ingatlant 1846-ban építették klasszicista stílusban. Az előző gazdák hozzányúltak nem megfelelően, és ezt visszaalakítjuk, visszaállítjuk azokat az elemeket, amelyek voltak. Ott van a tető, tűzfalas volt, lecsapták az elejét például, tehát ezt vissza kell állítsuk. Már beszerezte az építőanyagokat, amelyeket a kereskedelemben jelenleg nem lehet megvásárolni. Régi fényképek alapján pályázatból újítaná fel az ingatlant szakemberek bevonásával. Múzeumot és szálláshelyeket alakítanak ki az impozáns kúriában. Az érmellék múltban használt tárgyaival rendezné be. Itt épp egy öreg házpadlásán keresgél a lápvidék jellegzetes növényéből, gyékényből készült tárgyakat. A lábtörlőt, aztán a kenyért kosártartót, meg tyúkültetőt, amiben a kotla ült, kiköltötte benne a kis csirkeit, még sokáig benne és egy hét feléig benne tartották, nehogy megfázik a kis csirke. Egy üveg, egy csengő, egy kosár, mind a már meglévő tájházak gyűjteményét gazdagítja. Kéri Gáspár 6 évig volt fogorvos Szalacson, akkor figyelt fel arra a zsellérházra, amely már a tájházként idézi fel a szegény paraszti életet az érmelléken. A mindössze 30 négyzetméteres ház lakói, szolgaemberek, zsellérek voltak. Ezt a házat 5 éve állította helyre, és rendezte be a falu néprajzi értékeivel. A legfőbb oka az, hogy az érmeléke nem foglalkozott senki, és a kolozsváriak szilárdságig eljutottak, ugye a magyar-román határ itt van, a debreceniek nem tudtak eljutni, vagy a magyarországiak, és akkor a vége az lett volna, hogy ezek eltűnnek, ezek a tárgyak, és soha pótolni nem lehetett volna ezeket. Gálos Petriben áll a középparaszti réteg jellegzetes háromosztatú háza, csűr, ólak, pince, ahol alkalmasint jellegzetes érmelléki étkekkel várják a látogatókat. A munkában Kéri Gáspár felesége is segít. A férjem úgy gondolta, hogy hát tegyünk náttetőt, mert valaha az volt, és hát az jó hűvöset tart nyáron és meleg télen, és akkor kezdtük a felújítását a háznak idézőjelbe, vagyis régiesítését magyarul, és hát az emberek látták. És akkor mindegyik jött. Hát mi lesz itten, doktor úr? Múzeum, mikor nézték a tetőt. És akkor, doktor úr, nem kell magának ez a múzeumba, ez vagy az a tárgy. És akkor, dehogy nem, tessék kitagyni. Eddig két tájházat alakított ki, további kettő átépítése folyamatban van. Felújítani és fenntartani nehéz önerőből, ezért hasznos lenne, ha a helyi egyházak és önkormányzat támogatásával bekapcsolnák őket a turisztikai vérkeringésbe.